Szerbusztok, kedves embertársaim, én Oszkár vagyok, és ez itt nem más, mint a Need for Speed Most Wanted végigjátszásomnak a, meg kell néznem, hogy hanyadik, 36. része. Sajnos ez az első futamnak a hangfelvétele az nem készült el, mert rosszul állítottam be véletlenül az OBS-t, vagyis hát ugye a hangfelvételt azt elfelejtettem visszakapcsolni. És mindegy, lényegtelen, a maradék menetek, azok már jók lesznek. Szóval ott már van hang, meg minden. Na hát igen, szóval most van egy ilyen problémám, hogy Mortal Kombat 10-ben, amikor a videó beállításokban vagyok, tehát tudjátok, ahol be lehet állítani azt a felbontást, a grafikai dolgokat, hogy ott, amikor belépek abba a menübe, akkor furcsa mód, így felfelé, tehát mintha folyamatosan a felfelé gombot, a kurzort nyomnám, és akkor így folyamatosan így pörök felfelé a menü. És nem tudom megállítani. Tehát mintha beragadt volna egy gomb, de nem ragadt be, hát megnéztem meg. Úgy egyébként, hogyha nem menüben vagyok, hanem játékban, vagy Windowsban, vagy akárhol, akkor teljesen jól működik. Szóval nagyon meg vagyok elégedve ezzel a GXT280-as Rust márkájú billentyűzettel eddig. Nagyon imádom. Csak hát van ilyen probléma, hogy az MK10-nél, meg most sajnos itt a Need for Speed-nél, hogy amikor a ellenfelemet kell kiválasztani, akkor van egy ilyen sajnos, hogy hát ugye így elkezd marhára, mint az Isten nyila úgy pörög, és iszonyatosan jó reflex kell ahhoz, hogy el tudjam kapni azt az ellenfelet, akit éppen ugye ki kell választani. Tehát most ugye, nem tudom, hogy hívják, Roninak hívják talán azt, akit most kell legyőzni, vagy ott már legyőztük, nem tudom, mindegy, ez a második helyezett. És ugyanez van a futamoknak a kiválasztásánál is, tehát a versenyeknél, hogy hiába mondom azt, hogy most egyen lejjebb megyek, azt akarom indítani, automatikusan felugrik a tetejére, hogy nem, ezt fogod, cseszd meg. De mindegy, azt felül tudtam írni az egérrel, hál' Istennek, úgyhogy ezzel nincs probléma. Na, hát szóval van egy ilyen kis mellékhajtás ennek a billentyűzetnek. Én összességében azért nem bántam meg, hogy megvettem ezt a klaviatúrát, hogy egy 10-esbe került. Mert tényleg fantasztikusan jó, csendes, meg ki lehet világítani. Hát láttátok ugye a videót, most nem részletezem, akit érdekli, az keressen rá. Csatornámon fent van GXT280 billentyűzet, nem is olyan túl régi. Ilyen 2 hetes vagy 3 hetes. Ez a billentyűzet nagyon jó, imádom. Annyi, hogy egy-két helyen így kezd lekopni a festék. Ilyen fekete színű gombok, ugye hátulról, alulról vannak megvilágítva, és például a Dell billentyű ott egy picit már kopott egy helyen. Hát remélem, hogy nem fog jobban lekopni, mert akkor eltűnnek konkrétan a betűk, azért az durva. Megfelelően így filctollal egy picit berajzolom, hogy eltakarja ezeket a kopási részeket. De mondjuk, hogyha a kiírásnál kopik le, akkor tök mindegy, hogy mit festegetek, mit nem. Na mindegy, hát egy évig vagy 2 évig azért csak fogja bírni, és akkor majd utána veszek egy másikat legfeljebb, akkor az már nem ilyen márkájú lesz, hanem valami más. Na, hát ez már a második menet, most már hallom én is, hogy mi történt. És hát igen, szóval most már itt ugye az ellenfelek is azért sokkal jobban odafigyelnek, szinte egyáltalán nem is hibáznak. Tehát, hogyha egy komolyabbat hibázol itt a utolsó 3-4 ellenfélnél, mármint fekete listás tagnál, de főleg itt ennél a másodiknál ez nagyon durva. Tehát itt, hogyha egy nagyot hibázol, akkor jobb, hogyha előről kezded, mert azt már nem fogod tudni visszahozni, vagy hát egy kisebb csoda kell hozzá. És ezeket a meneteket, amiket most láttok, ezt a 1-2-3-4-5 menetet, mondjuk az ötödik az eléggé rövid lesz, hát ezt ilyen kb. 3-szor vagy 4-szer kellett mindegyiknek neki mennem, hogy így sikerüljen. Tehát láthatjátok, hogy már közel 300-zal megyek, aztán később majd állítottam egyébként a járműnek az irányíthatóságán, tehát a kormánymozgáson, hogy érzékenyebb legyen, élesebb kanyarokat be tudjam venni, plusz a turbót, illetve a nitrót is feljebb vettem. Hát ugye ezt írta is valamelyik nézőm még régebben, hogy ez nem csalás, nem minősül csalásnak, mert hát billentyűzeten ezeket igenis be lehet állítani, sőt be kell állítani, mert az, hogy egy kormánnyal megfelelően tudnék kanyarodni, az egy dolog, de hogyha nincs kormányom, akkor mit csináljak, érted? Na úgyhogy ez majd valamelyik, talán a következő menetben fogom majd feljebb venni. És hát igen, a HDR effektet azt nem lehet kivenni, vagy hát én nem tudtam, nem találtam meg ezt az opciót.
indie fájlokban meg ugye nem akarok nagyon böngészkedni most, már egy játék vége felé, nehogy valamit elroncsak. És jó hír, hogy most már itt a második, hát igen, itt frontálisan nekimentem annak a szarnak. És itt majdnem feladtam, mert ez egy elég nagy hibának számít, de aztán végül sikerült behozni a lemaradást. Na szóval, mit akartam mondani az előbb, hogy... Ja igen, hogy jó hír, hogy itt ugye a második fekete listás tagnál vagyunk, és még egy picit talán túl is teljesítettem magam, ami a kihívást illeti, tehát ugye azt hiszem 8 menetet kell megcsinálni, én meg talán 9-et csináltam meg, vagy lehet, hogy pont 8-at, vagy 7-et kellett és 8-at, valami ilyesmi, mindegy, szóval megvan, teljesítve van. Na láttátok, ez így marha nagy szerencse volt, hogy felborítottam azt a kocsit, mert azt hiszem, hogy igen, az egy ellenfél kocsija volt, és ezáltal sikerült végül is, vagy nem, hát mindegy, egy kicsit felborítottam ott a kocsit, lehet, hogy ez csak egy sima járókelő kocsi volt. Szóval... Igen, tehát most már csak kihívásokat kell teljesítenem ebben a szetben, ami majd a következő részben lesz benne egyébként. És hát utána pedig jön Razor, ugye a fő-fő-fő ellenség, de nem biztos, hogy ő lesz a fő-fő-fő ellenség. Na meg ugye az előző részben volt az a jelenet, amikor ugye mentem, és akkor végére értem, és egyszer csak 5-ös szintre felugrott a körözési szintem. Na az azért volt, mert Razor oda szólt a zsaruknak, ezt is az egyik nézőm hívta fel erre a figyelmet. Így van. Itt szerencsére nem volt ez meg, tehát egyes szinten vagyok, így viszonylag könnyen leléptem, amint azt láthatjátok mindjárt. Hát igen, ez sem pont így akartam, itt majdnem elkaptak, hát káromkodtam is volna, hogy itt most fejre állítanak, és akkor kész. Kezdhetem előről, mert mondom, nagy veszteség lett volna. Még ma is itt ülnék és csinálnám ezt a futamot itt nektek. Szóval itt anyáztam rendesen, amikor ezt a 36. részét csináltam a Need for Speednek. Hoppá, itt felugrott 2-es szintre. Hát igen, én úgy vettem észre, hogy olyan 4-es szinttől már nagyon durva a dolog. Tehát még úgy 3-as szinten úgy relatíve el lehet lógni, hogyha egy picit ügyes vagy, de 4-es, 5-ös szinten már nagyon össze kell kapni magad. Tehát ott már kegyetlenül koncentrálni kell, és szerencse is kell hozzá. Hát ha csak nem valaki világ életében ilyen autóversenyes játékokkal játszott, mert annak lehet, hogy nem olyan nagy kihívás, de nekem ez azért eléggé az, mert hát azok a autóversenyes játékok, amelyekhez úgymond én szoktam hozzá, azok még a 80-as években, meg a 90-es évek elején voltak, ugye még Commodore-on, meg hát a Need for Speed korai részig Test Drive 1, de hát az ugye egészen más mechanikájú volt még, tehát nem volt ilyen kifinomult irányítás, meg ilyesmi, úgyhogy az még más élmény volt. Meg annyira nem is vonzott engem egyébként soha az én autóversenyes játék. Ezt a sorozatot is csak azért indítottam, hogy legyen már valami FPS-en meg RPG-n kívül. Mondjuk igaz, hogy most már van kalandjáték is, ugye a Legend of Kyrandia az kalandjáték. Egyébként most tudjátok, mint tanakodok? Már majdnem meg is vettem ma az Elder Scrolls Online-t. g2a.com-on lehet megvenni. És ott a legolcsóbb ár, amit láttam, az valami 5300 forint körüli. És ez egy olyan, hogy ugye Steamre lehet megvenni, tehát megveszed, megkapod a kódot, és már töltheted is le. És azért tanakodok most ezen, mert a Elder Scrolls Online az most már nem havidíjas, tehát eddig havidíjas volt, tehát mit tudom én, havonta kellett pár ezer forintot fizetni azért, hogy... Na ez van, látjátok? Na most ebből igazodjál ki. Aztán szerencsére ez majd belassul mindjárt, de hát most érted, és nem csinálok semmit. Tehát így volt a kezem, és ezt csináltam. Most picit belassult, és akkor most kell így a szememmel követni, hogy most akkor bitty, növelek egy picit, megfelelő helyen nyomni ugye a jobbra gombot, hogy növeljek. Szóval, nem, hát fel lehet fogni ezt úgy is, hogy maga a játék, tehát ugye a kihívók is egyre durvábbak, és maga a játék is szivat azzal, hogy kínoz engem. Hát, hogyha még több játékban fog ez előjönni, főleg olyan játékban, ami ilyen nagy kedvenc, vagy ilyesmi, akkor nem fogom szeretni ezt a billentyűzetet. Tehát eddig 2 játéknál jött ugye ez elő. MK10, meg a Need for Speed. Érdekes, hogy most is, amikor tusoltam, ez most csak egy ilyen mellék gondolat, hogy azon gondolkodtam, hogy na, most csináljam meg ezt a Need for Speed részt, mármint az utolszinkront, mert eléggé fáradt vagyok, kétszer voltam ma edzőteremben.
jól lehajtottam magam, meg minden, de jól esett egyébként. És hogy valahogy úgy éreztem, hogy most nem tudnék úgy semmit mondani, meg fáradt vagyok, meg minden, de aztán úgy látszik, hogy mégis tudok kommunikálni, szóval hát azt hiszem, ez a rutin. Tehát itt már ugye lassan 3 éve nyomom videókat, stb. Búgnak a motorok. Szóval igen, egyébként a nitrót, azt amikor feljebb vettem, most nem tekerem már vissza, hogy mennyivel vettem feljebb, azt hiszem, hogy majd még később egy picit tuningolni fogom, felveszem maxra, de lehet, hogy már most felvettem maxra. Ezzel meg lehetővé teszi, hogy sokkal gyorsabban gyorsuljak fel 300-ra, meg ugye a nitrót, amikor beaktiválod, akkor is erőteljesebben aktiválja be. Meg hát, ugye, ezt is már mondtam régebben, hogy a nitrót azt ugye úgy célszerű használni ebben a játékban, hogy na most mindjárt állítok még rajta egy kicsit. Hogy hát egyenes szakaszokon nitro löketeket kell adni a kocsinak, tehát nem úgy, hogy megnyomod a X-et és nyomva tartod, és akkor folyamatosan adagolja, hanem úgy és akkor úgy lökögeti előre, és úgy sokkal gyorsabban be lehet gyorsulni. Szóval ez van, ezek a körversenyek, ezek nagyon durvák itt. Fú. Na csak én vagyok béna, de hát azért nem vagyok én már annyira béna, hát úgy megyek, mint az őrült. És itt muszáj, mert különben úgy elhúznak, hát nézd hol van. És itt már erősen tanakodtam azon, hogy újra kezdem, mert hogyha ennyi előnye van itt a vége felé, akkor az már majd, hogy nem cseszhetős állapot. De nem adtam fel végül, és jól tettem, mert sikerült behozni. Hát igen, itt Q betű nélkül már halálfia vagy. Időlassítás. Hasonló kaliberű kocsikkal jönnek, mint én, és hát izé. Sőt, van még közte szerintem egy-két olyan, ami gyorsabb is, mint én, tehát amit csak nitróval tudok megszorongatni. Mindegy, most, hogy ha majd meg lesz a második menet, akkor már mint a második fekete listás, akkor egy még jobb járgány lesz a jussunk. És hát azt még ugye kimaxolom, és akkor kész. Bár szerintem már ezzel is meg lehetne verni Razort, hogyha úgy nagyon odafigyelek, de hát nyilván fogunk fejleszteni még, most itt a végén már nem fukarkodik az ember az anyagiakkal, meg ilyesmi. Oh my god! Meg kéne már beszélnem Szabival, hogy mikor fogunk Sirius-em kettőzni. Second, nem Second-del, Sirius-em kettőzni, ja. A Second Encounter az nem hivatalosan a másik része. Csak hát ugye nem tudom, hogy mikor van ki Németben, mikor van itthon, meg mikor van kedve hozzá, vagy van-e egyáltalán kedve, ilyesmiről mostanában nem beszélek vele. Hát hogy amúgy is elég ritkán beszélek vele. De hogyha nézi ezt a videót esetleg, akkor megírhatja kommentben, hogy mikor van kedve hozzá, vagy rám írhat Skype-on, meg ilyesmi. Na itt nézd meg, hogy majdnem felborultam. Hát itt már anyáztam egy jó nagyot. Ez nagyon nagy mák volt. Pont a végén elcseszni. Kicsit kellemetlen lett volna. Ja, ezen a pályán meg az volt a trükk, hogy mindig jobb oldalon kellett menni. Tehát hiába láttál alternatív útvonal lehetőségeket, mindig jobb oldalon kellett menni. És akkor valahogy az úgy könnyebb, meg rövidebb. Látod, ez is picit rövidebb ez az útvonal, amin mentem. Eleinte mindig azzal szopadtak meg, hogy ők mindig jobb oldalon mentek, meg bal oldalon, és ezért hátrányba kerültem. Kapu, hogy... Így van. Fincsi eső, szinte érzem az illatát. És mindjárt ott vagyok a célban. Konkrétan. Zuty! Na és most jön az utolsó előtti futam. Ez meg... Mi volt? Trafipax? Azt hiszem, hogy ez egy trafipaxos cuccajcs volt. Tehát itt ugye gyorsan kell menni, úgy átmenni a sebesség ellenőrző pontokon, hogy minél gyorsabban. Tehát, hogy átlagosan, hogyha egy 200 km/h-val át tudsz menni, akkor az úgy elég jó. Tehát nagy jó eséllyel győzöl.
De én inkább egy olyan 2.30-2.40-et mondanék átlagban. Itt is majdnem felborultam, hihetetlen. Meg hát az, hogy ugye... elsőként érjél be, talán ez is fontos. Bár... ez őszintén szóval még mindig nem tudom. Tehát itt, hogyha mondjuk én jobban teljesítettem a sebességet, de mondjuk második vagyok, akkor lehet, hogy az első az rosszabbul teljesített, mint én sebességileg, akkor attól függetlenül lehet, hogy én győzök, nem tudom, ezt mondja már meg valaki. Fú. A sárga hordókamban azt hiszem, hogy víz van, ezt a Matrix 2-ben láttam egyszer, amikor ugye autós üldözéses jelenet volt, és akkor az egyik rendőr autó talán neki vezetődött. Ilyen hordónak is ilyen lötty így kijött belőle. Hát gondolom az ilyen ütközés, ilyen gumihordó lehet az egyébként, aminek így neki csapódik a kocsi, és kevésbé töröd össze a pofádat. Ilyen esetben. km/h egész jó. Hát itt is ugye a nitrót ezekre a pillanatokra kell tartalékolni alapvetően. Meg kell tanulni, hogy oda pillantani a mini térképre. Tehát egy pillanatra így oda nézel, aztán vissza, oda nézel, vissza, oda nézel, vissza. Szóval csak ennyire. És így lehet végülis hatékonyan közlekedni ebben a játékban. A visszapillantó tükröt szinte egyáltalán nem használom, pedig mondjuk az is hasznos lehet, hogyha nagyon a fenekedben van egy ellenfél, és látod, hogy balra akar előzni, akkor te is balra húzod, szóval nem engeded előre. Na, hát már mindjárt vége egyébként a videónak, tehát most már nagyon a végén vagyunk. Még egy menet lesz ezen kívül, az egy ilyen gyorsulási menet, amit nagyon könnyedén vettem. És hát utána lerenderelem, aztán feltöltöm ezt a videót, nem tudom mikor fogom megosztani. Mondjuk nektek ez teljesen lényegtelen, hogy most ezen én gondolkodok. De valószínűleg negyedikére fogom berakni. Jövő hónap negyedikére, vagyis... Május 4-e. Az lesz az. Na hát itt meg ugye csak annyi, hogy megfelelő időpontban kell felfelé váltani, amikor megjelenik a jel. Meg hát figyelni az utat, hogy ne menjen neki semminek. Tehát sávokat lehet váltani. Most ugye jobb, bal. Ennyi. De egyébként minden mást elintéz a játék helyetted. Szóval az úttartásra nem kell figyelni. De milyen durván megy már. Ez simán, magasan. Na jó, szervusztok gyerekek!